Sziasztok! A mai alkalommal az utasítás folyamatok vezérlésével fogunk megismerkedni. A számítógépben egy adott probléma megoldásához a tevékenységeket meghatározott sorrendben kell végrehajtani. A tevékenységek végrehajtási sorrendjét meghatározó csoportokat vezérlő struktúráknak nevezzük. Ezekből három létezik. A szekvencia, a kiválasztás és az ismétlés. A szekvencia azt jelenti, hogy a számítógép abban a sorrendben fogja végrehajtani az utasításokat, ahogyan azt leírtuk a Python skriptünkben. A kiválasztás esetén egy adott feltétel kiértékelésétől függően, ismétés esetén pedig egy adott utasítás csoportot, megadott ismétlési számnak megfelelően fog a számítógép megismételni. Az iterációval majd, hogy egy kicsit később fogunk mélyebben is megismerkedni. A feltételes utasítások közül az if-utasítás a legegyszerűbb, nézzünk meg erre egy példát. Mondjuk azt, hogy az a, a változónk értéke 150. Ezután írjuk le az if-kújszót, majd a zárójelek közé fogalmazzuk meg a feltételünket. Mondjuk azt, hogy a nagyobb, mint 100. Ezt a sort kettős ponttal kell lezárni, kicsit később megbeszéljük miért. Látható, hogy egy tabbal vagy négy szó közzel a szövegszerkesztőnk behúzta a hatodik sort, ennek fontos jelentősége lesz később. Ide írjuk azt, hogy print, majd az alábbi szöveget a meghaladja a százat. Mentjük le. Ez az első if szerkezetünk. Futtatjuk, és látható, hogy kiírja a szöveget, a Python, hogy A meghaladja a 100 -ot. Azért van, mert A értéke 150, a feltételbe azt írtuk, hogy A nagyobb, mint 100, ez igaz, lefutott. De mi van akkor, ha ide azt írom be, hogy 180. Lementem, futtatom. Nem jelenik meg semmi. Ez azért van, mert az if utáni hatodik számú, hatos számú sor, nem fut le, mert a feltételünk nem teljesül, nem igaz. Ugyanis ezt ki lehet szervezni, ezt a sort, egy MyBool változóba, ugye ezt a A nagyobb, mint 180, kiértékeli ezt a feltételt a Python, kapunk egy bool értéket, és ezt a bool értéket fogjuk majd felhasználni az utasítás folyamat vezérésére. Ha ez true, akkor lefut, ha pedig nem true, azaz false értéket vesz föl, akkor pedig nem fut le. A Pythonban egyébként a feltételeket nem kell zárójelek közé tenni, más programozási nyelvek ezt meg tudják, előírhatják, megkövetelhetik. Rendben van. Tehát amikor a nem haladja meg a százat, ö, ö, be kell vezetnünk az elsz egyébként különben kújtszavat, itt is az elsz után tegyünk kettős pontot, és írjuk le azt, hogy print, ö, és a következő szöveg, hogy a nem haladja meg a százat. Ahhoz, hogy ezt a sorst kapjuk, ugye a, a értékét át kell írnunk 20 Hiszen, a kisebb lesz, mint 100, és ha lefuttatjuk, már az ELSZ ágban lévő kódok futnak le, ezért látjuk a A nem haladja meg 100 feliratot a konzonom. Szuper. Nézzük egy kicsit tovább. Mi van, ha még részletesebben kellene A értékét meghatároznunk? Például azt szeretnénk eldönteni, hogy A nulla, vagy A pozitív szám, vagy A negatív szám. Ez azt jelenti, hogy több if, else Ö, ö, ágat kell egymáshoz illesztenünk. Erre bevezették az el if ö, Az el-if-kújszó az elze-if összevonásából született meg. Nézzünk elre egy példát, de ezt azért ide szépen leírom, hogy else-if az egyenlő Elif értékkel, vagy kújszóval, és nézzük meg, hogy a egyenlő nulla, ugye ez a példánk, Nézzük az if-et. If, if elsősorban legyen az, hogy a nagyobb, talán az állójelekkel jobban látható a feltétel, a nagyobb, mint nulla. Kiírjuk, hogy print, ugye a pozitív utána jön egy else, de nem igaz, mert ugye egy else if jönne ezt összevonna az elif szóval tudjuk leírni. Jön a feltételünk, hogy a kisebb, mint nulla, lezárjuk, printel kiírjuk, hogy a negatív, és most jön az utolsó ellenőrzés, ez már lehet egy else ág, ide pedig azt írjuk ki, hogy print, a nulla. Lementjük, futtatjuk, és mivel a A változónk értéke nulla volt, ezért az utolsó print fog lefutni. Ha A-hoz azt írom be, hogy 5, akkor A pozitív, ha mínusz 7, akkor pedig azt kapom, hogy A negatív. Tehát az if, elif és else ágakkal tudjuk a programunk futását vezérelni irányítani. Nézzük meg az relációkat, az relációs operátorokat, amiket a feltételünk megfogalmazásánál föl tudunk használni. Ugye a leggyakoribb az, hogy x nagyobb, mint y, utána jön, hogy x kisebb, mint y, aztán x nagyobb és egyenlő lehet y-nal, majd x kisebb egyenlő, mint y, ezek az összehasonlítások, a nagyobb és egyenlőséggel után pedig jön a teljes egyezőséget, vizsgáló dupla egyenlőjel, hogy x egyenlő y-nal, vagy hogy x nem egyenlő y-nal. Ezeket szoktuk használni, általában a feltétel megfogalmazásánál, és erre is jöjjön egy példa, hogy a egyenlő héter és nézzük meg, hogy a páros száme, erre azt fogjuk írni, hogy if, feltétel, egész osztást fogunk alkalmazni, tehát a századék kettő, és ennek az értéke egyenlő nullával, tehát hogyha nincs maradék, akkor kiírjuk azt, hogy print a páros, és ugye az if után több utasítást is meg tudunk adni ebben a blogban. Kiírhatjuk azt is, hogy miért. Ugye azért, mert kettővel való osztás esetén a maradék nulla. De mi van, ha ez nem teljesül? Akkor jön az else ág, és kiírjuk azt, hogy print, a páratlan. Jó, Lementjük, mentjük, futtatjuk. És ugye a 7 az egy páratlan szám, mert lesz az osztás után maradék, de azt írom be, hogy 6, és futtatom, megkaptuk, hogy A páros, és két utasítás fog most lefutni, két print egymás után, ugye, hogy A páros, mert kettővel való osztás esetén a maradék nulla. Talán ez a példa szépen szemlélteti a koncepcióját az relációs operátoroknak. Jó, és láthatjuk azt is az if és else szerkezet megismerésénél, hogy bizonyos sorokat kettős ponttal zárunk le. Ezeket ugyanis összetett utasításoknak nevezzük. Az if utasítással használt konstrukció ugyanis az első összetett utasításunk, amelyel megismerkedtünk. Nézzük meg ezeknek az összetett, összetett utasításoknak a szerkezetét. Az első sort fejsornak nevezzük, amit mindig kettős ponttal zárunk le, majd ez alatt egy tabba vagy négy szó közzel behúzva köz, következnek az utasítás blokknak a sorai. az első a blokk első utasítása, majd ez alatt szépen jönnek az utasítások, és a végén jön a blokk utolsó utasítása. Tulajdonképpen ezt a mintát használtuk az if szerkezet megismerésénél is. Most pedig nézzük meg egy ábra segítségével, hogy az IF-ELSE szerkezettel hogyan is vezéreltük a programunk futását. Az ábrán látható, hogy az első sor az egy világos kék doboz jelképezi, itt lépünk be a programunkba. Ezután az IF és az zárójelben megadott feltétel következik, ezt fogalmazzuk meg, ez a fej sor, amelyet kettős ponttal zárunk le. A feltételt ki kell értékelni. Ha igaz, tehát egy igen, true értéket kapunk, akkor világos zöld utasítás fog lefutni. Ugye az if után következő első világos zöld utasítás blokk fog lefutni bal oldalt. Ha nem, azaz hamis, false értéket kapunk az az ELSZ ágban fog lefutni, és ugye az ELSZ ág is egy felsor, ami kettős ponttal van ez állva, és ott ez a világos, ö, rózsaszínes utasítás blokk fog lefutni. És ezután a vezérlés visszakerül a sötét kép utasítás sorozatokra, azaz tovább haladunk, a, fe, a tovább haladunk az IF struktúrán, és a programunkat tovább fogja értelmezni az interpreter. Tehát ez az ábra szépen szemlélteti a logikáját az if szerkezetnek, és a kódban való formázást talán ez segít az elején eligazodni a Python scriptekbe. A feltételek kiértékeléséhez még nézzünk meg egy egyszerű példát, így zárásként, és azt is megnézzük ebbe a példába, hogy egy sorban hogyan lehet több változónak egyszerre értéket adni. Írjuk le azt, hogy x, vesző Y, vesző Z. Ugye egy sorban megadtunk három változó nevet, az egyenlőség jellel értéket adunk, és ugyanúgy föl kell sorolni az értékeket egymástól vesszővel elválasztva. Tehát az x-nek a százas értéket adjuk, az y-nak a 25-öt, a z-nek pedig a 70-t. Oké, jöjjön egy komplex feltétel megfogalmazás. Mondjuk azt, hogy x ugye nagyobb, mint Y, or, vagy, vagy, Y, nagyobb, mint Z, ugye ez két feltétel, amelyet összekapcsolunk a vagy kújtszóval, és ez az egész fog egy nagy feltételt meghatározni, ezért ezeket így zárójelbe teszem, Ugye itt tudni kell az or igazságtábláját, az előző videóban beszéltem erről. Az if felsort lezárjuk kettős ponttal, majd megadjuk az itt ö, 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 szereplő utasításokat, amiket leszeretnénk futtatni, hogy ebbe az esetben alma lesz a szöveg, amit kiírunk. Egyébként indítunk egy else ágat, ami egy else ágat, amit ugye megint lezárunk a kettős ponttal, és kiírjuk ide, hogy körte. És ha lefuttatom, akkor látható, hogy a kiértékelés eredménye az alma lesz. Na most, ha ide fölül a feltételnél azt írom, hogy z legyen kisebb, mint x, és z legyen nagyobb, mint y, és end not legyen az összekapcsoló operátor, lementem, futtatom, megkapom a körte értéket. Ezzel mindenki gondolkodjon el, hogy miért az elsz ágba írt print utasítás, a körte felirat jelent meg a képernyőn. Ezzel az if szerkezet megismertetését, betekintését, befejezzük ebben a videóban. Később majd még sokszor fogunk ezzel találkozni, de az alapokhoz ez már elégséges. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és legyetek itt legközelebb újra velem. Sziasztok!